Most, hogy fehér blúzot vettem, egy picikét az egótokat megsimogatom, mert hogy koszos a lencse. És hát hogy is fogalmazok, mivel a lencse volt koszos, azért pont úgy nézett volna ki videón, mint hogyha én nem fürödtem volna. Mikor is fürödtem utoljára? Megsúgom a videó előtt 5 perccel, mert konkrétan 40 fok van, és úgy ízadok, mint valami rossz a templomban. Most mondtam volna valamit, de azt inkább hagyjuk. Na most, hogy én is meg a lencse is tiszta, kezdhetjük a mai videót. Nos, harihó! Egyszer el fog törni az ujjam. Lányok és srácok, én Csongi vagyok, és érkeztünk a legújabb videóhoz. Nálunk magyaroknál a reklámok olyan szintre fel tudnak lépni, hogy az egész internet vele foglalkozik. Például Kasszás Erzsi, például CBA-s varázs. De miért? Na jó, ez szörnyű poén volt. Egyszerűen azért, mert a reklámok arra törekednek, hogy minél több ember figyelmét felkeltsék, és a fejünkben megmaradjon, hogy ezzel foglalkozzunk. Nos, kacok, a mai videóban elhoztam nektek 10 olyan reklámot, amivel vagy egy röhögő görcs, vagy egy hatalmas felfájás fog fogadni titeket. Láttam én már olyat is, hogy egy autót egy nagyon csinos hölgyel próbáltak meg eladni, mert hát ugye biztos azt gondolják, hogy mi majd elhiszik azt, hogy ha veszünk mondjuk egy autót, akkor adják vele a csajt is. Hát jó is volna. Viszont amit most fogtok látni, hát az valami eszméletlen. Tehát itt a reklám. Mit tűnik fel nektek? De most komolyan csak nézzétek meg. Nem lepődnék meg azon, hogyha valaki a telefonját így... Menj már, hajszál! Igen, az a hajszál, amit itt mellettem láttok, az nem a telefonotokon, nem a monitorotokon, és nem a tévéteken van. Hanem maga a reklámba, hát beszok. És gondolom elgondolkodtok azon, hogy ennek mégis mi a fene értelme van, hogy odaraknak egy hajszálat, tehát ez most így idegesíteni akarnak titeket? Már én rögtön elkapcsolnék. Nem! Na ezt figyeld! Ennek a reklámnak az a célja, hogy felül látjátok, ez egy Instagram poszton van megosztva, és ezek azt gondolták, hogy mivel odaraknak egy hajszálat, hogy egy átlagos ember egyben megpróbálná leseperni a telefonjáról, és hogy aki Instagramot használ, az tudja, hogyha linket osztasz meg egy storyban, akkor azt úgy tudod elérni, hogy vagy rákattintasz oda a See More, vagy pedig felfele húzod az egészet. Hú, baszki! Igen, így akarták elérni azt, hogy az emberek rákattintsanak, és tulajdonképpen felcsúsztassák a linket, mert hogy a hajszálat szeretnék elcsúsztatni, vagy mi. Sőt, egyébként arra gondoltam, hogy most ebben a pillanatban, amikor a videó felkerült, ki fogok rakni Instagramra egy sztorit egy hajszállal, és meg fogom nézni egyébként a statisztikákba, hogy vajon többen felhúzták-e azt a sztorit, mint egy átlagos dolgot, amit megosztok. Ez, hogyha működni fog, akkor innentől minden videósnak hajszálakat fogtok látni az Insta sztoriában, én mondom. De komolyan. Meg hogyha ennél a lekrámnál... Lekrámnál persze. Ennél a lekrám... Nem tudom kimondani, bazen, mi a fene? Ennél a reklámnál tartunk, akkor megemlíteném azt is, hogy nem tudom, hogy ti milyen városban, milyen faluban laktok, de nálunk az ilyen fekete péntek, azaz a Black Friday, hát az egy gyakorlatilag nincs. Például vegyünk egy lázmérőt, jó, az lehet nem a legjobb, de mondjuk egy külső aksit, amit elég gyakran tartok magamnál, azért, hogy a telefonon tudjam tölteni. Ha bemész az üzletbe és megkérdezed, hogy az ott mennyibe kerül? Pontosan 6000 forint. És így reménykedsz, hogy majd fekete péntekkor visszamész és sokkal olcsóbb lesz, azért spórolsz pénzt? Hát ez az! Nem. Nem spórolsz pénzt. Mert fekete péntekkor rá lesz írva az árára az, hogy 80%-os kedvezmény! És hát rá lesz írva az, hogy 25000 forint áthúzva akkora piros nyíllal, hogy a kresztáblák megirigyelnék, majd oda lesz írva, hogy 5000 forint. Nos, a következő képen láthatunk egy... Mi a fene? Ja, hogy ez egy Legóból készült fél asztronauta, benne egy gyerekkel a képen építi. Na igen, ez az, amit utálok, amikor a csomagolásra rá van rakva valami, és amikor kibontod, akkor egy teljesen másik dolgot kapsz. Az a baj, hogy ez tényleg nagyon jól néz ki, és higgyétek el, még én is megépítenék egy ekkora legót, pedig azért már nem 8 éves vagyok. Nem, mint hogyha csak a 8 évesek legózhatnának, de hogy értitek. Aztán amikor a szüleivel meg akarja vetetni, és megnézik az árát, rájönnek arra, hogy annyiba kerül, mint egy normális autó, ami működik is. Nagyjából azt az esetet hoznám fel, amikor egy nem mondom meg nevű gyorskajádában ki van rakva egy ekkora hamburger, tele hússal, zöldséggel, mindennel, majd kapsz egy ilyen kis valamit, ami lapos és még zöldség sincs benne. Szóval, ugye, hogy ismerős. Na de nézzük a következőt. Így áll és vezes. Alatta még ír valamit és direkt eltakartam, komment szekcióba írjátok le, hogy ez az így áll és vezes, ez minek lehet a mottója. Megvan, kitaláltátok? Akkor nézzük. Kálmán és fia, temetkezési válasz. Na jó, ezt nem mondott komolyan, nem. De most úgy tényleg. Temetkezési vállalat olyan címmel, hogy így áll és vezes? Néha úgy érzem, hogy ebben a világban már nincsen lejjebb. Mert hogy az ivás és a vezetés az nem fér össze, nem véletlenül nem iszok én sem. Néha. Amióta megvan a jogsím, inkább vezetek, mint sem iszok, mert jobban szeretek. Persze van kivétel. Na de hogy kitérjünk arra, hogy miért is ez a reklámnak a felírása. Egyértelműen az lehet, hogyha elmész mellette és ezt elolvasod, akkor az egy jó időre a fejedbe fog rögződni. Igen, lehet, hogy túlzás, de jó tanács, ha valaki vezet,
Ne így áll! Mármint nem szó szerint ne így áll, hogy aztán kiszáradj és megmondd, hogy de hát, hogy Hongitól tanultad videóban, hogy nem szabad inni. Ha már beszéltünk a macskákról, tudtátok, hogy valami eszméletlen jól látnak? Azért látunk rengeteg ilyen videót. Jaj, a macskás videóktól kiégek, tényleg. Egyszer videóba kell nézzünk macskás videót, mert annak aztán rengeteg értelme lenne. Nos, egy olyan cég, aki azzal foglalkozik, hogy szemüvegeket gyárt azoknak, akik nem látnak rendesen, mint például én, mert nekem is kéne szemüvegem legyen, de nincs, mert nem szeretem, terveztek egy szemüveget, amit szerintem minden egyes ember, igen, ti is, akik néztek ezt a videót, nagyon szívesen hordanátok úgy az utcán. Akarjátok látni? Hát tessék. Nyilván ez nem komoly, de attól maga az a kép, ahogy így kinéz. Macska fej, két szár, és így felveszed magadra, és akkor olyan tiszta, olyan éles, olyan szép látásod lesz, mint egy cecának. Úgyhogy ha véletlenül szemüvegesek vagytok, nem kell csüggedni, megvan az új divat. 2018-ban Csongi itt a YouTube-on bejelenti, hogy ez lesz az új divat. Csak el ne higgyétek. A cica szemüveg! Jó, szerintem többet nem is kell mondjak erről. Egyébként, hogyha valakinek tetszenek az ilyen jellegű videók, amiben vicces dolgokat mutatok be, sztorikat mesélek ezzel kapcsolatban a személyes tapasztalataimat, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna meg, és így nem maradtok le, hisz rendszeresen készítek ilyen videókat nektek. A Burger Kingnek van egy olyan mottója, hogy tűzön sütik a dolgokat már 1954 óta. És arra gondoltak, hogy összeraknak egy nagyon király reklámot, amiben mégiscsak prezentálják azt, hogy ők tényleg tűzön sütik a hamburgereket, a húst, mindent, mert hogy attól fincsibb. Érted? Tűzön sütik. Szó szerint, de mindegy. Egyébként talán a Váci utcában láttam olyat, hogy egy ilyen rendes forró köven hozták ki a steaket, amikor még sült és sistergett és jó, az áráról ne beszéljünk. Magnifico! Na fel a kezekkel, nyugi, nem rendőrség vagyok, kinek van cicája? Nos, a Viszkasz nevű macska eredelt azzal hirdetik, itt van a kép és azzal a mottóval van, hogy megfelel a cicád igényeinek, hajlamainak. Igen, mert valószínűleg minden cica őzeket és szarvasokat kergett a vadonban. Oké, háziállat és vannak nagyobb ősei, mint az oroszlán, tigris, stb. Kicsit nagyobb cecák. De azért ez nagyon tetszik nekem és rendkívül kreatív. Azért kérdeztem meg, hogy van egy cicátok, mert hogyha van, akkor tudjátok, hogy az ő eszébe valójában az jár, hogy BARVÁS! Sajnos az autók és a természet nem igazán vannak összhangban. Tudjátok, a füst károsítja az ozonréteget, bla bla bla. Viszont ezt nem tudom, hogy hova tegyem, de most komolyan. Hogyan lehetne az autók egy kicsikét környezetbarátabbá tenni? Halljátok, a kulcsrecét kivágta ilyen szavanna formára, elefánttal, meg tigrissel, meg zsiráffal, meg... Valószínűleg tartom azt, hogy ez egy kép vagy egy videó, mert hogyha valójában tényleg így néznek ki, akkor én tözzelsek. Akár ilyen lakáskulcsokat is el lehetne kezdeni gyártani. Mi volt az a sok ni? Az enyém az valószínűleg ilyen panda mintás lenne, fákkal, meg mindennel. Fél órán nézem ezt a képet, és nem tudok rájönni, mi van a hongomban. De rájöttem, hogy az egy orr meg egy száj, ami ki van nyitva, és a nyelve ki van dugva. Mi a szart keres egy száj a hongomban? Mert hogy olyan finom, hogy még a telefon is megnyalná utána az ujjad. Sziasztok, én elmentem. Egyszerűen nem hiszem el, komolyan. Jó, hát ez is nagyon jó. Bik, pillanatragasztó, minden a helyére kerül. És ott van rajta egy ilyen kancsószerűség, aminek letörött a csöve, aztán hát minden a helyére kerül. Ezt lehet egy kicsit másképp is értelmezni. Megint, hát minden videóban van valami komolyan. Egyszerűen minden videóban felhozódik ez a téma. Ennyi erővel az én helyem Hawaii-on lenne egy ötcsillagos szállodában, és akkor most veszek egy bik ragasztót, minden a helyére kerül, tehát akkor most ott leszek? Ja, oda ragadok. Rá kell jönnünk arra, hogy a reklámokat azért nem egy nap alatt találják ki, és emögött azért komoly kreativitás van. Én egyszerűen bámulom azokat, akik ezt kitalálják, mert... hihetetlen. És az utolsó egy láncfűrész reklám lenne, aminek az a mottoja, hogy olyan halk, hogy még a madarak se hallják. Persze, mert a madaraknak pont az a legnagyobb baj a láncfűrészekkel, hogy hallják és megijednek. Konkrétan fogod és ketté vágod a lakásukat. A házukat, mert ők ott laknak. Nem baj, semmi baj, legalább halk és nem zavarja madarakat. Mosolyogva fognak ülni a fá, hogy ez az, vágjad még, tesó. Ez most kevésbé vicces dolog, de tudjátok, hogy nagyon sokszor videózok kint a természetben. Lehet, a következő videó is ilyen lesz, úgyhogy mindenképp várjátok. És elrettentő, amikor azt látom, hogy egyik pillanatban erdő, másik pillanatban puszta, és így... Miért? Na deskaszok, ennyi is lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett. Ilyen reklámokat én még életemben nem láttam, de most már igen. Hogyha így van, akkor egy jó nagy lájkot mindenképp dobj, azt a kurva. Szóval mindenképp dob meg egy jó nagy lájkot, csak a kamera le ne essen. És akkor találkozunk a következő videóban, mint mindig, én Csongi voltam. Szóval, halljó!